Már csak pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Szabadai Viktor, a liberálisok budapesti vezetője. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Hogy vannak a liberálisok korán reggel? Köszönjük szépen! Ugye, ha már így belekérdezett, Bőszanett éppen úton van Brüsszelbe, ahol a Költségvetési Bizottságot fogja képviselni. A Költségvetési Bizottság megbízásába utazott Brüsszelbe. Úgyhogy mai napon nem is vesz részt a parlament munkájában, holnap fog hazaérkezni. Akkor kimarad a mai rendetlenkedésből? Hát a mai ülésről kimarad, de ezen a héten ő is részt fog venni az országgyűlés munkájába. Ezért kapja a fizetését. Igen, ma a parlament költségvetési bizottságát képviseli Brüsszelben. Tehát a magyar népet, az országgyűlést. Hát, igen, a magyar országgyűlés megbízása. Ez nagyon derék dolog. Itt arról beszélgettünk, hogy itt volt a hétvégén Zimmermann. Timmermans, összekevertem Timmermans. A kettőt, mert olyan is van. Timmermans, és a sátánnal is hajlandók, vannak akik a kisnyilasokkal is, de ha jól tudom, az ön pártja, aminek ön a tagja, sem a kisnyilasokkal, sem a szemkilövőkkel, ahogy írja a mai Magyar Nemzet, nem igazán kollaborálnak. Hát nézd, elég régóta elég minős. Kollaborálásnak van egy testvérszava, együttműködni is, nem pont ugyanaz, de bízunk benne, hogy önök nem is kollaborálnak, és nem is együttműködnek. Elég világos régóta az álláspontunk ebben, tehát a szélsőséges eszméket valló, azokat képviselő politikai szervezetekkel nem működünk együtt. Ez látható volt eddig is, semmilyen, sem szélső jobboldali, sem szélső baloldali, ha van ilyen most Magyarországon, ezek ilyen eszméket képviselő szervezetekkel nem szoktunk együttműködni, ezután sem. És akkor hogy fognak kikerülni az ebbe? Ki lesz, aki támogatja? A Fidesz és a KDNP majd megsegíti önöket? Nem hiszem, hogy nagyon megsegítene minket annyira. Azért nem érdekük nekik egy erős liberális párt, hogy ezen gondolkodjanak. Valahogy ők is voltak liberálisok. Valaha a Liberális Internacionális tagja volt a Fidesz, a KDNP soha nem volt liberális, de a Fidesz ugye a 90-es évek elén egy erős fordulatot hajtott végre politikájában. Ahogy öregszik az ember. Ahhoz képest még sokáig tagja volt a Liberális Internacionálénak, ahhoz képest, hogy egy keresztény jobboldali... Én is, amikor tínédzser voltam, baloldali voltam, de az így a korral titolódik. Én most ezt nem akarom már számon kérni rajtuk, ez az ő döntésük volt, ők mentek ebbe az irányba. Nyilván voltak olyan politikusok, hát de gondolom, szívesebben egyet. Megsegítenék önöket, mint a kisnyilasokat. Hát én őszintén remélem, hogy nem segítenek minket, mert segítse meg a Fideszt, tudja, ezt nem kívánok senkinek, hogy a Fidesz segítse meg. Én megmondom őszintén, hogy nincs ilyen szándék a liberális pártnak, hogy együttműködjön a Jobbikkal. Oké, okay, akkor azt mondja el nekünk, de mert... De a szocialistákkal együtt fognak-e működni, mert önöket nem láttam a hétvégi kongresszuson, hogy ott lettek volna. Nem voltunk ott. Ott voltak és bujkáltak, vagy nem voltak? Nem voltunk ott. Az Európai Parlament választások a Magyar Liberális Párt, ahogy eddig is ugyanúgy önállóan készül, önállóan fogja megméretetni. Figyeljenek, magát. Kedves nézőim, talán segíthetünk nekik, talán elérnek egy szavazatot. Egy mandátumot. Erre gondolom, igen. Egy szavazatnál többet fognak kapni, igen. Mert csak ha mind a hárman magukra szavaznak, meg a mama, meg a nagymama, a gyerekek még nem, akkor... Hát nézze, ugye én azt gondolom, hogy a Magyar Liberális Párt össze fogja gyűjteni azt a ajánlatos szükséges, hát 20 ezer a törvényben leírt, 25 ezer, 30 ezer a cél, amit szeretnénk leadni, hogy ezzel is biztossá tegyük az indulásunkat. Én azt gondolom, hogy ez az első lépcső. A szervezetünk most van olyan állapotban, hogy a vidéki városokban is Budapest mellett gyűjteni tudjunk, és mondtuk, ez egy jó kampány. Ez azt jelenti, akkor most már eldött, hogy akkor a szocialistáktól, se a Párbeszédtől úgymond nem fognak helyet kapni ezen a közös listán? Nem kértünk helyet ezen a közös listán. Ez a ő listájuk, ez így kezelték. Ugye ő kommunikációjukban volt arról szó sokáig, hogy egy nagy ellenzéki listára lenne szükség. De erre azt mondták a zöldek például az LMP-nek, hogy akkor felejtsék el őket. Hát én nem találkoztam erre a fogadókészséggel mások irányából. Azt meg elképzelhetetlennek tartottam volna, hogy mi egy olyan listán szerepeljünk, ahol mondjuk minden ellenzéki párt mellett a Jobbik is szerepel. Ugye ez a liberális pártnak egy teljes önfeladása lett volna, ami ez még megmondom őszintén, én sem asszisztáltam volna. Úgyhogy nem azt akarja ilyen... nekem mondani korán reggel, hogy végre egy párt, aki hű az elveihez.
Nem is volt ilyen, a belső fórumokon sem találkoztam ilyen irányokkal, a Magyar Liberális Párt végig világosan. Mindezek után hogy lesz esélye Schermer Ádámnak megmérkőzni az előválasztásokon, és egyáltalán labdába rúgnia? A főpolgármester jelöltek versenyében. Hát nézd, én azt gondolom, hogy a kulcs a jó program. A kulcs a felkészültség, a kulcs a hitelesség. Ugye Schermer Ádám hétről hétre szállítja azokat a nem csak a várossal szembeni kritikával, a városvezetéssel szembeni kritikákat fogalmazza meg, ajánlatokat is szállít, megoldási javaslatokat. Legutóbb így emlékezhetünk, hogy amikor kiderült ez a ferencvárosi parkoló mizéria, hogy eltűntek pénzek, nem volt igazán átlátható a ferencvárosi parkoltárságnak a működése, erről készült egy videó, ami kikerült az egyik portára, akkor... Ezt még a hatóságok nem vizsgálták, tehát ez olyan stádiumban van, igen, hogy mindenki büntetlen. Ugye itt mindenki elmondta a saját véleményét, hogy hogy történhet, vagy nem történhet ilyesmi Budapesten. Nyilvánvalóan nem jó, hogyha ilyen dolgok történik, nem tudjuk, hogy pontosan hogy mi történt. Az biztos, hogy azt tudjuk, hogy... Tettek a feljelentést? Nem tettünk feljelentést. Mi, hát nem a feljelentésben gondolkodtunk elsősorban, megmondom őszintén, hanem a megoldásban. És ebben egyetértünk azzal, amit Talós István mondott 9 évvel ezelőtt, hogy Budapesten egységes parkoltárságra van szükség, ezzel kampányolt Tarlós megválasztása előtt. Sajnos ez nem történt. Tehát gondolom, ez nem őtőle függött, hisz az a kerületeknek a feladata volt, és még nem mondták főpolgármesteri hatáskörben. Hát olyannyira tőle függött, hogy az ő vezetés alatt fogadta el a közgyűlés azt, hogy a Ferencvárosi Parkoltárság egyáltalán létrejöhetett, és nem Ferencvárosi Parkoltársaság működhetett, ahogy működik, hanem továbbadhatta ezt a jogot egy külső beszállítónak. Most már ugye nem az feltétlenül csak az önkormányzat dolgozik ebben ezen a területen, de az egész rendszerről én azt gondolom, hogy nem jó, ami ma van Budapesten. Hát pontosan tudják, hogy mi van a Király utcában. Egyik oldalon egyik társaság, másik oldalon másik társaság, páros oldalon így kell parkolni, páratlan oldalon úgy kell parkolni. Ez nem normális dolog. Hát ez izgalmas is, mert Erzsébetvárosi oldalon nagyon klassz, atombiztos, modern kukák vannak, a másik oldalon meg valami egész más. Ugyanez a helyzet. Igen, én azt gondolom, hogy ezekben a helyzetben... Ezzel nem akartam bántani a 6. kerületet, de jó lenne egy modus mentus, hogy legalább hasonlókat. Semmiképpen nem most itt a 6. kerületi vezetéssel szeretnénk ezeket példáhozni, hogy nem, de valóban ez van, ahogy korábban említettük, és az ugrói példa is mutatja, nem feltétlenül életképesek ezek az önkormányzati parkoló társaságok, ezek az önkormányzati parkoló rendszerek. Sokkal jobban megérdemelni Budapest az egységes rendszert, ahol mindenki pontosan... De amiről ön beszél, az a felé mutat, hogy mondjuk önök támogatnának egy a City koncepció, ami már gyakorlatilag 90-es évek óta le van írva. Pontosan. És kerületek megszüntetését jelenteni. Liberálisok is, konzervatívok is időnként elővették ezt a elképzelést, amely ugye azt mutatná, hogy Budapestnek valami fajta egységesülésre van szüksége működés területén. Tehát nem a kerületek önállóságát kell itt felsősorban felszámolni, azt senki nem szeretné, de vannak olyan logikai lépések, amiket meg kell tegyünk azért, hogy a város működése jobb legyen, hatékonyabb legyen, ilyen a parkolás, ilyen a szemétszállítás, amik ugye az elaprózódottság eredményezi. Értem, képviselő, mi újság abban a kerületben, ahol ön helyi képviselő? Hát én most nem vagyok helyi képviselőnek sem indulnék, polgármesterjelöltnek indulnék a belvárosban legközelebb. Ugye ott is számtalan akcióban... Én hirtelen megelőlegeztem, hogy legalább helyi képviselő én lehet a másik. Hálás vagyok önnek, örömbe jövök önhöz, mert olyan kedveseket mond nekem. Köszönöm szépen. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy ott is ugyanez, ahogy minden más területen, a sok munka az, ami én azt gondolom. Van egyáltalán esélye? A 5. kerületben, a belvárosban polgármesterjelöltek. Én azt gondolom, hogy van, egyébként nem csinálnám, tehát ugyanazt fogjuk tenni, mint tesszük a Schermer-féle főpolgármester jelölti programmal, bemutatjuk az ott élőknek, megismertetjük őket, bemutatjuk, hogy van egy liberális alternatív, egy liberális vízió Budapest számára a Schermer programban, a belváros számára az enyémben, és majd azt fogjuk kérni, hogy ehhez adjanak támogatást. És akkor ettől több parkolóhely lesz? A belvárosban? Hát nézze, ugye a belvárosban legutóbbi akciónkon azt mutattuk be, hogy a felújítások után és az utcaszakaszok egy része az egy méter szélességet sem éri el. Mindenről már korábban beszéltünk, Andrásra tegye fel. Az EPI listára térnék rá, hogy akkor ez azt jelenti, hogy keresnek most egy úgymond húzó nevet a lista élére? Lesz-e ilyen? Hogy ki fogja vezetni a listát,
Ezt most még nem tudom megmondani. Biztos önnek, majd mert biztos majd Bőszanett, és ő majd lemond. A szervezeti döntés szükséges hozzá. Hát ugye, amit ön mondott, annak lenne analógiája, hogy most ugye a Tóth Bertalan lett a MSZP lista vezető, aki bejelentett előre. De én tudom, hogy ki az Bőszanett Tóth Bertalannal, meg nem vagyunk pertú viszonyban. Hogy ő majd lemond, ugye mondta a Tóth Bertalan. Nem tudom, hogy a liberálisok milyen megoldás. Hogy igazságot tenni, hogy nem az első Szanyi, vagy nem az első új helyi? Nyilván szeretnénk valamilyen olyan szakértőnket is a listára tenni, aki jártas az Európai Unió szerkezetében, az ott zajló munkában. A Szent Iványi István lehet? Szent Iványi István például nagyon jártas, igen. Nagyon sok tapasztalattal rendelkezik. Tudnánk értékelni. Sokszor a műsorunk vendége volt, és egy abszolút... Én azt gondolom, hogy ő egy hiteles, megbízható. Nagyon jó, nagykövet volt, bármit csinált, ideig jól csinálta. És ráadásul liberális, az nem utolsó szempont. Hát ez elég fontos. Kedves nézőim, korán reggel, a hét második napján láthattunk egy liberálist, aki éjszaka álmában, nappal is önökért küzd, és mindig liberális. Most következik viszont a Filmművészeti Egyetem rektorhelyettese, Hegedűs Géza, színművész és rendező egy személyben. Tartsanak továbbra velünk. Szia! Köszönöm.